Nos, srácok, lányok, akkor folytatjuk szépen tovább a játékunkat. Egy kis szünet után. Na, meg kell akkor néznem, hogy mindenem megvan-e, és hát bízunk benne, hogy kipihentem magamat. A múltkoriak után. No, elvileg, emlékeim szerint ezt már beindítottuk, hadd nézzem meg. Aha, innen már folyik át a víz, jó. Igen, akkor nekem most nem ez kell. Na. Hirtelen nekifutásból akkor döntsük el először is azt, tehát a fickót. Hogy én most milyen mágus akarok lenni, de akkor térjünk át igen akkor az elektromosságra, én szerintem. És csináljunk akkor egy olyat, hogy... Ugye éter, meg ugye pattogás, meg minden egyéb, és hozzá van csatlakoztatva az Imedinek a becsapódása. Ami azt csinálja, hogy van rajta szakértelem is, meg van rajta robbantás is. Igen, és még azt kellene kiderítenem, hogyha csinálok véletlenszerűt, akkor az mit alakot vele szemben? Aha, szóval az, hogy hol robban. Viszont, hogyha így lövök vele, és hát hogyha lőnék vele, kezdjük ott, mert ugye nincsen benne mozgatás. Mert azt valamiért ebben nem tettem bele. Pedig nem ártana, ha bent lenne egy mozgatás. Igen, itt ugye az a helyzet, hogy a véletlenszerű már maga ugye egész varázslatot megfordítja. Tehát nem is az, hogy megfordítja az egész varázslatot, hanem az, hogy az irányát. Akkor elvileg ugye véletlenszerű az varázserőt elit helyre. Akkor nem tesszük bele a megfordítást, hanem csak ide teszem akkor a véletlenszerűt, megnézzük, hogy így. Jó, így már jó. Elvileg így arra felelő, amerre én akarom. Van ebben amúgy követés? Most bocsi srácok, lányok, hogy ezzel szórakozok, de... De engem így érdekel ebből a szempontból. Mondjuk egy ilyet csinálhatnék. Többszöröződés is jó, hogyha van. Jó, és akkor nagyjából... Most így hirtelen akkor így ennyi talán. Ugye? És akkor nem is tudom itt már sehogy se össze kapcsolni a dolgokat. Jó, talán így már jó lesz. Na. Akkor bocsi, hogy itt varázsolgatok, de hát ezt meg kell csinálni az ilyeneket. Van benne pattogás? Van benne pattogás, amúgy nem kell igazából pattogás. Most jelen pillanatban. Na. Jó, itt akkor gyorsan elintézek mindenkit. És hát elintézünk gyorsan akkor mindenkit. Az, hogy benne van a követés. Oké, akkor tovább hussanunk, suhanunk. És rossz bot van betéve, igen. Akkor kell az aura pálca. Jó, és akkor innentől kezdve villámmágusok leszünk egy darabig. Így, né. És akkor ezeket fogom lövöldözni. Na, tehát a lényeg előző részekben valahol itt hagytuk abba az egészet. Jó, ez a véletlenszerű, bár mondjuk igen, ezt mondjuk kiveltem belőle, mert az annyira nem számít szerintem most jelen pillanatban. Gyorsan megnézzük, hogy erre mi jót csináltam, egyáltalán csináltam meg valamit. Köszönöm. Gyors lesz az életerőt, még összeszedem, jó? És akkor megnézzük, igen, hogy errefele mi merre, hány méter. Igen, nem innen tudom ezt elindítani, hanem el kell jönnöm ebbe az irányba.
Igen, most azért is jó, hogyha elektromos mágus vagyok, mert sok ilyen dolog van, amit így be kell kapcsolni távolról, és igazából akkor az elektromosságot összefűzöm, és akkor így nagyjából ennyi. Jó. Igen, itt nem tudok tovább lőni sajna. De akkor azt a ládát azt majd mindjárt megoldjuk. Jó. Lila lélekgyöngy, nagyon jó. Egy kis életerő, nagyon jó. Mindjárt megnézzük, hogy ott azokban mi van. De emlékeim szerint úgy nem sok minden. Ja. Nagyjából így ennyi. Jó, és akkor elvileg itt nem tudok visszamenni, de nem baj, mert visszadob itt a rendszer, úgyhogy annyira nem vészes. Jó, akkor elvileg itt ezen a részen megcsináltam mindent. És tüsszeletedni fogok. Bocsánat. Jaj. Nem volt annyira szándékos. Nem tudtam már mit csinálni. Jó, akkor szépen még eljövünk erre, mert most nem emlékszem rá, hogy itt megcsináltam-e az előző részben a dolgokat. Igen, tehát ugye az a helyzet, hogy... Jó, eltaláltam. Lestem volna, hogyha ez most nem sikerül. Kedvek szerint azt nem csináltam meg. Mindjárt megnézzük, hogy itt... Mit kéne csinálni... megnézzük a tornádót. A tornádó elvileg... Igen, nem megy át a falakon. De talán egy pattogással... Tudok ebbe rakni pattogást? Ebbe pont, hogy nem tudok rakni pattogást. Meg ugye szakértelemmel is annyit csinál csak, hogy... Aura mondjuk lázba fűzi? Nem tudom, hogy... Nem, itt egyelőre ezt még nem tudom megcsinálni. Egy pattogásos történet kell, tehát majd egy összefűzéssel majd talán meg tudom ezt oldani. De addig most ezt még nem. Úgyhogy majd egy kicsit később. No. Idejövök a szélére, jó, és ezeket elintézzük. Kéne a pajzs. Jó, ezek akkor ugye vannak intézve. Jó, és elvileg itt borultam meg a múltkor. Oké, eddig jók vagyunk. Nem tudtam felhúzni a pajzsomat. Jó, na ezt akkor szépen levédtük. Elméletileg, emlékeim szerint... Ennek a... Ja igen, mert ugye most fogunk eljönni a vízért, az akváért. Tehát jelentő kezdve majd a jéggel tudok majd szórakázni. És igen, azt ott elfelejtettem, hogy azt még be kell ott kapcsolni, de elméletileg itt akkor már semmi nincsen, úgyhogy haladhatunk tovább. Nem tudom, lehet, hogy, hogy a szobrot, azt ki kéne szednem, a szobor varázslatomat. Így, ne. Majd azt átgondolom, igen, mert igazából húsra van szükség, meg a shieldre. Most a... Bár mondjuk nem, mert ugye a szobor is jó, hogyha van. Mert vannak olyan platformok, igen, amit ugye aktiválni kell. Bár mondjuk emlékeim szerint itt olyan platformok nem nagyon vannak. És ha már itt tartunk...
Egy megvan, és még hiány, igen, tehát még négy darab hiányzik. Négy darab valami, akkor elvileg itt pipa minden. Jó, akkor husoljunk majd tovább, akkor megyünk szépen erre. Rossz gomb. Mert ugye shieldet akartam, tehát pajzsot akartam magamnak, csak a hús volt betéve. De mindegy. Azt is gyorsan eltaposom, mert nem azt szeretném, hogyha megnövekedne a kis aranyos. Oké, oda szépen akkor gyorsan most még átmegyünk. Megnézzük, hogy itt mit találhatok. Jó. Kirakós. Na most akkor megint gondoljam át, hogy mi merre. Nem oda, hanem legyen akkor ide. Ez szerintem ide jön. Ez szerintem ide jön. Egyelőre ide. Ide, ide. Ide, ide, így. Na, hát most jobban mennek ezek szerint a puzzle feladványok, mint múltkor. Jó lélekgyöngy, akkor ez így meg is van. Akkor életerőpont is megvan, és... Jó, reméltem, hogy nem... Nem ragadok be. Hát, hogyha van hátránya a játéknak, akkor néha az a kamera. Kameraszög. Nem mindig akar segíteni. Jó, akkor... Az megvan. Jó, azok is akkor mind megvannak, akkor elvileg... Nem. Nekem a tornádó kell. És folyamatosan rá kell varázsolnom erre, mert különben megáll és akkor elkezdünk visszafelé menni. Ó, a francba! Hogy nem tudtam egy kicsit türelmesebb lenni. Na mindegy, akkor ezt most kivárjuk, amíg visszajön. Sajnos. Ezt most ki kell várnom. Hát most nem tudom, hogy kit találtam el, de remélem, hogy ellenfelet. Nem ellenfelet találtam el, hanem ott is van egy ilyen... szélszerkezet. És szélmalom. Na mondjuk nem malom. Mindegy, a lényeg az, hogy ezzel a tornádóval kell ezeket... aktiválni. Jó. Oké. Azt lepajzsoljuk. Na igen, ezt mondtam, hogy... Ha abban marad a varázslat, akkor ugye visszafele jön az egész platform. Na. Nagy nehezen, de ide értünk. Ezt is szépen ki tudom itt nyitni. Oké, és akkor elvileg már csak egy van hátra. Illetve az, hogy igen, már csak kettő dolog, illetve egy varázslat hiányzik. Hát igen, hogy ezt így hol fogom majd megtalálni, az egy jó kérdés. Nem ezt akartam, hanem hussolni akartam. Jó, mondjuk igen, eljöhetek ugye erre is, mert itt vannak dolgok, de akkor gyorsan összeszedem az életerőpontot. Minél előbb meg lesz amúgy az 1000.
Nem jöttök elő? Kár. Ó, már megint rosszat nyomtam. Na, megint a hús van berakva. Igen, még hozzá kéne szoktam ahhoz, hogy... hogy váltogatnom kellene a varázslatokat megint. Ugyanabban a közegben. Jó. Jó, megvan a ládika. Lélekgyöngy, nagyon jó. Most összeszedjük itt a maradék dolgokat. Igen, nem hús. Most már hús. Nem tornádó kell nekem, hanem most kell a jég. Hogy ide át tudjak jönni, de akkor elvileg itt semmi. Na, nézzük ebbe mi van. Zöld lélekgyöngyök, nagyon jó. Hát akkor körbe megyünk. Addig is megnézem, hogy van-e itt valami, de meg lehet vizsgálni. Miért nem tett valamit a mágus király az áradás ellen? Mentor azt mondta, hogy a mágusok Mistralia őrzői. Azt is, hogy a mágus királyok meggyógyították a vidéket. Nem tudom, Zia, gondolom egyeseknél más élvezett előnyt. Nem értem, hogy mi lehetne fontosabb, mint megóvni Mistralia gazdaságának egyik alappillérét. Elég volt, koncentrálj a feladatodra. És akkor itt szépen fel tudok jönni. Na, akkor ez is itt így mind megvan. És elméletileg... már csak... egy varázslat kell, meg még egy ládikát kell megtalálnom. És akkor elméletileg minden megvan ezen a területen is, mert ugye ide se szeretnék visszajönni. Ha nem muszáj. Oké. Jó, ezzel is megvagyunk. Akkor átállítjunk a tornádóra. És akkor tornádóskodjunk. Meg azokat ott szét kéne robbantanom, hogy ebből az irányba is tudjam alkalmazni itt a dolgokat. Na, ez a platform ugye azért kell, hogy oda be tudjak menni, amúgy meg arra fele megyünk majd, amerről ugye jött. Oké. Nem baj, hogyha visszamegy, mert amúgy is visszamenni így is, úgy is. Na nézzük. Ó, jaj. Na, hús van berakva? Hús van berakva, jó. Már csak egy van hátra. Na nézzük, ebben mi van. Azonnal a varázslat megidézésével párhuzamosan létrehoz egy aktiválót. Na, ez egy új aktiváló akkor. A varázslattal párhuzamosan? Az annyit akar. A varázslat megidézésével párhuzamosan létrehoz egy aktiválót is. És ez... pillanat. Tehát ez Actusszal van, Creoval van, Imedivel nincsen, ugye? De Imedivel van. Aha.
Az úgy érdekes, igen, akkor... Nem ide akartam. Tehát mi van akkor, hogyha az imedit folyamatosan így nyomatjuk? Aha, ez így jó lesz. Ez így jó. Igen, akkor már tudom mi ez. Igen, az imedinek az egyetlen egy aktiválóját megtaláltuk akkor. Tornádó kell nekem. Jó, ezzel akkor meg is vagyunk. Na most gondolkodok, hogy ezzel az azonnal, tehát hogy amikor így becsapódik, várjatok. Mi van akkor, hogyha összekapcsolom... Összekapcsolnám... Ha tudnám... Ugyanazzal a varázslattal... Ez mit csinál? Többszöröz. Akkor ide bele tudom ezt rakni. Aha, igen, ez az. Igen, ez az a varázslat, aminek segítségével tudok csinálni, hát kvázi, ahogy jól látjátok, gépfegyvert. Mi a helyzet a lényekkel? Azok mindig itt voltak? Nem. Szóval az áradás oka, hogy ennyien vannak? Nagy eséllyel. Csak ugye ennek a varázslatnak, igen, hogyha most ezt így rakom be, hogy gépfegyvert csinálok belőle, akkor annak az a hátránya, hogy sokkal több manát. Varázslatot igényel. Már ugye sok minden van már ebben, ugye van benne szakértelem is. Ugye többszörözés is van benne, követés is van, ami ugye kell, éter is van benne. Ugye nagyon nagy kérdés ebből a szempontból. Hogy van, hogyha követést berakok izét véletlenszerűt. Ebből meg kiveszem a becsapódást. Nem szeretném, hogy egyfolytában idézgesse ugyanazt a varázslatot. Majd összerakom itt a nagy varázslatokat, de egyelőre még... Egyelőre ebből is kivesszük az azonnalit. Igen, mindenképpen az kell, hogy kell ide egy éter, mert akkor az éterrel annyit csinál, tehát hogy ugye véletlenszerűsíti az egész varázslatot, de hogyha benne van az éter, akkor gyakorlatilag az étert fogja véletlenszerűsíteni, de az éternek meg ugye semmilyen hatása nincsen, tehát semmit nem tudja véletlenszerűsíteni. Ezért van az, hogy gyakorlatilag nem jön létre ugye a véletlenszerűség, hanem csak a mana visszatöltő része az, ami létrejön ebből a dologból. Jó, akkor elvileg itt mindenkit elintéztem, hogyha mehetünk akkor lefelé. Jó. Gyorsan feltöltjük magunkat, mert fő ellenfél harc fog következni nem sokára. Azaz mostanság. És akkor nekem... Nekem. Igazából jó is, hogy elektromosságon maradok végig, igen, és igazából a hús az jó, hogy bent van, és akkor igazából ennyi. A húsra fogok akkor menekülni. Király blobbok. Ja, a vonalban nem léphetek be, bocsánat.
nagyon sebződik. Próbálok spórolni a manával. Ami ugye nem éppen egy egyszerű mutatvány. Jó. És egy kicsit fölidegesítettem. Hát azt hittem, hogy... ki tudom védekezni, de nem. Lehet, hogy nem is húst kéne alkalmaznom, hanem lehet, hogy jobb lesz, hogyha a shieldet alkalmazom. És lehet, hogy kellett volna még egy kicsit alkalmazni. Nem, már földök így. Igen. Kell a hús, nem jó, hogyha be van rakva a shield. Ja, hogy innen? Ó, de jó vagy. Sőt. Lehet, hogy nem is elektromossággal kéne nyomatni az egészet. Hanem tűzzel. Ja, csak itt nem tudok más csinálni, igen. Csak akkor... ha már itt tartunk, akkor tűz. Igen, és akkor maradunk a húsnál. Azt gondoltam, igen, hogy meg tudom oldani pajzsal, de ezek szerint nem. Ezeket nem tudom megoldani pajzsal. Na, tűnés. Most nincs kedvem itt veletek szórakozni. Jó. Nem. Meg szerint ezt is átállítottam közbe. Na, akkor csapó kettő. Leszedtem fél élet erőre. Össze kell szednem az életerőket, mert ez így nem lesz jó. Ja, ott is volt egy csomó. Addig legalább tölt a mana. Ja. Szépen mellé lőttem. Ez szépen fellökött. Ez
meg lesz mindjárt. Jó, megvan. Siker. Egy kicsit sokáig tartott, de... meglett végül. Kis életerő. És akkor nézzük, elvileg most megkapom a jeget. Vagyis hát a vizet, az akvát. És hogyha az megvan, akkor utána igazából már csak az akvának a... botja kellene. És akkor át tudnék állni jégmágusnak. Zia, a nevem Caelius Aqua bölcse. A víz tudásáról én gondoskodom, megválnék tőle a te javadra, hogy legyőzhesd az ellenséget és megmenthesd a völgyet. Készen állok. Óvakodj a hatalomvágytól, ez okozta az utolsó mágus király vesztét is. Én azt hiszem azért az égi mágia volt a felelős. Az égi mágia önmaga nem ront meg semmit, ha megpróbálják irányítani, az már igen. A túl nagy hatalomvágy a felelős. Ha a türelmetlenség miatt nem tanulják meg irányítani. Aetiuszt sosem a türelméről ismerték, vagy a könyörületéről, vagy a jó ítélő képességéről. Forrófajú és vakverő volt, herdálta a hatalmát. Igyekezett kiaknázni az égi mágia erejét, de az visszavágott és az őrületbe kergette. Ennek a völgy látta a kárát. Hogyan? Habár Aetius sosem vette át teljesen az irányítást az égi mágia felett, igen nagy erői mágus volt. Az utolsó mágus keresztül kasul tombolt a völgyben, abban a meggyőződésben, hogy ellenséges mágusok rejtőznek mindenhol. Két nappal később Brazer, Klant, Darusbridge, Lorerd, Melovard és Tancrist falvaiból mindössze füstölgő romok maradtak hátra, az örökké valóságig várva az újjáépítést. Ha nem állították volna meg, egy mágus sem élne most a völgyben, vagy úgy egyáltalán. Ki állította meg? A csata parancsnokai. Egy Sabinus nevű mágussal összefogva tervezték meg. Senki sem tudta valójában mi történt, de csak az egyikük tért vissza. Kinevezte magát Márkinak, és uralkozni kezdett Mistralia felett. Betiltotta a szárazföldi mágiát, lezárta a kikötőt és a határokat. De a többi mágus még miért egyezett ebbe bele? A legtöbb mágus Aetius könnyelmisége révén meghalt. Az ő feladatuk a völgy védelme, nem pedig az ellene való harc volt. Mistralia mágusainak mindig a vidék védelme volt a kötelességük, és ez a felelősség már rád is kiterjed. Ehhez azonban meg kell tanulnod a víz irányítását. A víz és a hideg eszenciája, azaz aqua. Most pedig menj, völgy reménye, és kutass fel a többi bölcstársamat, ne tétlenkedj. Irányítsd oda a fényt, ahova a napfény nem ér el, és keresd meg Gaea bölcsét a föld alatt, a régi bányában. Jó, elvileg itt már semmi nincsen, úgyhogy mehetünk vissza. Megkaptuk az aquát. És most, hogy megvan az aqua, innentől kezdve... innentől kezdve tudok fagyasztani. Akkor ez ilyen... Frostball. Akkor ezt átírhatom igazából Frostra, nem? Innentől kezdve. Mert ugye van Fireball, akkor lesz ez Frostball. És akkor az Imedit is innentől kezdve át tudom állítani jégbe. És akkor, hogyha már van robban, igen, tudok akkor vele robbantani is. És akkor mivel aqua, némi eséllyel megfagyaszthatom így a célpontot is, akkor ez így nagyon-nagyon jó lesz. Illetve akkor... pajzsba, innentől kezdve nem a földet fogjuk alkalmazni, hanem jégpajzsot csinálunk. Amúgy lehetett volna eddig is elektromos pajzs, de a jégpajzs arra majd szükség lesz. Illetve akkor állítsuk át a húst is igazából jégre, meg akkor állítsuk át a szobromat is jégre. Jó, és akkor hussoljunk el innen. Hát igazából a húsnál annyi lesz csak a különbség, hogy jeges aura lesz utánam. De az nem fog sebezni. Okés.
Na, akkor tornádózzunk oda, remélem, hogy elér odáig. Elér, jó van. Hát ezt a másik tornádot, ezt már nem kellett volna oda löknem, de most már mindegy. No. Akkor haladjunk szépen tovább. A következő lépés az öreg bánya. Régebben azt merítették ki a falusiak, igaz? Igen, nagy valószínűséggel oda úgy juthatsz el, ha elhaladsz a faszörny mellett a Mistral erdő mocsárában. Jó. Jaj. Igen, ezekkel az ellenfelekkel egy gond van, hogy ők meg a jégre. Jégre ellenállóak. De jó. Azt elfelejtettem, igen, tehát nincs nálam a víz. A vízpálca. Ugyebár. Emlékeim szerint az nincs nálam. Igen, tehát az összes nálam van, kivéve ez. Kivéve a vízpálca. Jó, hát addig igazából visszaválthatok tűzre. Akkor végül is maradjon ez tűz. Akkor ez maradjon elektromosság. És akkor minden más az meg marad így. Jó. Akkor maradunk egyelőre tűz meg elektromágusok. Ha már ez így alakult. És akkor ide csak egy tornádó kell. Jó. És mivel akkor ezek itt vannak az utamban, ezeket akkor így el kell intéznem. Igen, ezt ugye már beszéltük. Bár igazából átválthatnék elektromosságra is, és akkor átválthatnék az aura pálcára. És akkor így az összes elektromosság sebez mindenkin is. És akkor... Igen, a Mistralia erdő felé kellene menni. Na, lett vaddisznó húsom. Zsír. Akkor ezt a küldetést meg tudjuk csinálni. Ha már így alakult. De akkor ebből kiszedek kis életerőt. Hát ez nem dobott semmit. Sajnos. Na várjál, akkor a Krio 1-es kell nekem. Meg itt akkor gyors összeszedek egy kis életerőpontot. Viszonylag. Próbáljuk meg beletenni a tűzbe a húst. Jó. És már jönnek is. Jó, hogy mellé ment. Ezzel meg is oldottam a halász gondját. Ha minden jól megy, akkor igen. Na és ma 968 darab zöld lélekköven van. Elvileg, hogyha még 29-et összeszedek, akkor már nagyon jók leszünk. És akkor már egy pushra, úgymond. Meg tudom csinálni azt is,
hogy az öreg goblintól elkérem akkor azt a lélekgyöngyöt. Volt egy hatalmas goblin a szigeten, de megszabadultam tőle. A folyó mostantól már csendesebb lesz. Köszönöm, már előre érzem, hogy harapni fognak a halak. Ez a tiéd. Megvan az akvapálca! Yeah! Az jó! Akkor átváltatok Frostra. Vagy hát átváltatok akkor igen, akkor jégre és... és fogyasztásra. Jó. És akkor... akvapálca. Innentől kezdve akkor fagymágusok vagyunk. Nem szerintem nagyon-nagyon jó a fagy. Annyi, hogy akkor itt csinálok magamnak Actus 2-be egy sima Firebolt. Jó, az ugye tűz lesz, illetve akkor sima mozgatás. Tehát semmi olyan érdemlegesség nincsen ebbe így. Hogy akkor ezeket tudjam itt így lövöldözni. No, akkor azt csináljuk, hogy eljövünk. Szerintem erre lesz szerintem a legközelebb. Arra menjünk, köszönöm. Jó, és akkor elmegyünk igen a föld alá. Megszerezzük akkor a Gaeát, tehát megszerezzük a földet. Aztán meglátjuk, hogy mi merre hány méter tovább. Ja, úgy ezt ugye annak idén megcsináltam. Igen, én nem szedtem ki amúgy. Nem is értem, hogy miért nem. Egy. Igen, most így azért lesz jó, hogy fagymágus vagyok, mert így legalább le tudok fagyasztani mindenkit. Ezek újfajta ellenfelek, ezek arra képesek, hogy elszívják a manámat. Vagyis hát igazából nem teljesen, fogalmazunk úgy, hogy elaltatják a manámat. Na. Oké. De a Frosttal össze van ez kötve? A becsapódás be van. Nagyon jó amúgy igen a izé is. A vízmágus. A frosztmágus. Na. Ez annyit fogunk csinálni, hogy megpróbálkozok innen a másik oldalról. Robbantás, szakértelem. Jó, és akkor kell a tűzlabda. És pont meglett. Még hussolnom se kellett. Na és elméletileg, akkor itt összeszedtem a lilát, itt összeszedjük a... megint csak lilát, nagyon jó, már van 10 darab, nagyon jó. Azt hiszem erre. Úgyhogy ezért csak itt így mind megvagyunk. Itt akkor volt egy mentésünk. Jaj. Nem tűz. Nem, tudom már mit csinálok, nem az imedivel fogom amúgy összekapcsolni. Hanem önmagával. Na mindjárt meglátjátok, hogy miért. Hogy ez majd mit fog így csinálni. Ha önmagával csatolom össze. Nem arra megyünk. Igen, amint becsapódik, egyből megidézi önön magát. Igen, ezt ugye el is felejtettem. És mivel bele van rakva a követés, ezért folyamatosan új célpontot keres. És mivel bele van rakva a véletlenszerűség, ezért folyamatosan vissza-vissza tölti a manámat. És nekem nem erre kellett volna jönnöm, hanem lefelé. Yeah.
Nagyon kevés amúgy az életerőm. Eléggé sok, sok sebzést beszívok mostanában. De nem baj, most hozzászokok arról, hogy fagymágusok vagyunk. Hát azt jól előttem. És 999 már meg is van. Na erre, most vagyok itt. Igen, a Mistralia erdőbe át tudok itt menni, hogyha erre felé jövök. Jó, nagy nehezed, de azért rájövök, igen, hogy hol vagyok. Merre. Szevasz! Várjál, nem megyek egyelőre oda, nem. Én miatt oda mennék. Kicsit felfrissítem magamat, igen. Te! Én? Igen, te! Támadj meg! Micsoda? Hát akkor igen. Rendben. Ha, ez az. Harcoljunk. Jól beszorítottam ide magamat. Ejjjj, szűk a hely. Sajnos. Na, nagy nehezen megvolt. Mi történt? Ez meg micsoda? A Berserker botja. Egy bot, mely annál nagyobb sebzést okoz, minél jobban megsérülök. Hát igazán most ezt alkalmazhatnám. Mindentől kezdve. Na, irány akkor lefelé a Mistralia erdő. És akkor elvileg a... a szörnyünk az már elégett itt, nagyon jó, és akkor itt tovább tudunk haladni. Ja, már megint el van altatva a varázslatom. Jó, akkor ide szépen benézünk. Ennyike. És elvileg most kapom meg az időt? Az időt megnöveli a csatlakoztatott viselkedés idő tulajdonságát. Ami igazából itt annyit takar, hogy messzebbre tudok vele ellőni. Itt röviden tömören csak ennyi. De amúgy minden más varázslatomnak igen az időtartamát most attól meg tudom növelni ezzel a dologgal. És hogyha akkor már erre fele vagyok, jaj tényleg akkor a húst is meg tudom növelni. Az idejét. És akkor így messzebbre tudok hussolni. Suhanni. Akkor elmegyünk a goblin felé. Ha már megvan a 999. Zöld lélekgyöngy. Hogy akkor adja oda azt az egy lilát. Okay.
Mondom, nagyon hasznos ez a fagy. Na, szevasz. Visszatértél a csillogó lila kövemért? 999-ért megkaphatod. Na, akkor adjuk neki mind a 999-et. Örülök, hogy üzletet köthettünk. És akkor így megvan a lila lélekgyöngy. 11 darab van már nálam. Nagyon jó. Ti eddig hol voltatok? Kicsit feltöltöm magamat. Igen, majd most még annyit kell majd csinálnom, hogy varázserő menedzsmentet kell alkotnom. Tehát most egyelőre jók ezek a varázslatok, amiket beraktam még. De majd létre kell hoznom a úgymond tökéletes varázslatot, ami szétcsap mindent. De ahhoz majd egy kicsit majd le kell ülnöm és majd át kell gondolnom az egészet. Jó. Ide majd jövünk majd fel. Ennyire nem sebez semmit az aqua. Hát ennyivel kevesebbet sebez a kezük szerint az aqua. Na. Akkor ide kell most a tűzlabda. Jó, ez is megvan. Na nézzük ebben mi van. Lélekgyöngy a változatosság kedvéért. Na, de mostantól amúgy már könnyebb lesz minden. Na, egyelőre lemegyek. Most még nem megyek be ott, mert amúgy arra kellene bemenni. Egyelőre ide lejövünk. Jó. Nem emlékszem rá, hogy ezt megcsináltuk-e itt. Lehet, hogy meg, nem tudom. Majd mindjárt kiderül. Nem csináltuk még meg, jó? Vagy hát annyira nem jó, de... Nem emlékszem rá, hogy meg... Elvileg meg... Igen, ezt most már meg tudjuk csinálni. Na, várjatok. Kell nekem igen a tornádó, kell nekem a pajzs. Akkor azt betornádózzuk oda, viszont ennek az idejét kéne megnövelni. Mármint ennek az idejét kellene megnövelni. Á, és át kéne lőnöm. Aha, jó. Akkor egyszer. Ennyire? Ennyire a szélére kell beállnom. De most ezt miért nem találja ott el? Ne szivasson már meg. Rakjunk rá több szörözést. Hát akkor ebből pattogás lesz. Több szörözés és pattogás is lesz. Aha. Jó.
Na, nagy nehezem, megoldottam. Jó, és akkor itt ki tudok menni, igen. Jó, így. Oké, na. Kicsit túl bonyolítottam, jó, de akkor ezt legalább megoldottuk. Akkor nincs más hátra, mint előre, akkor mindent visszaállítunk a Frostra. Ezek meg újjáélettek. Jó, és akkor innentől kezdve kell a pajzs, igen. El van zárva az út. Az efféle ajtókat fénnyel nyithatod ki. Talán egy jégvarázslat segítségével rátükrözhetném a fényt az ajtóra. Igen, ezt ugye már mutattam az előbb. És itt ez lesz majd a nagy okosság. És azon gondolkodok, hogy lehet, hogy ki kéne vennem a szobrot.